Árvíztől mentes, boldog márciusi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Szervusz, Krisztián! Hello, Fifika! Hello, tavasz! Hello, hallgatók! Hello, hétvégén esti fog a hó, egyébként minden rendben van. Te ott a hargitáról nem magyarázzál. Nem viccből mondtam az árvizet, Krisztián. Ne szavazzál bele a magyar időjárásba. Én nem szavazok bele a magyar időjárásba. Én olvastam a telefonomon, hogy hétvégén hó lesz Magyarországon. Valahol. Még nem tudjuk, hogy hol. De úgy néz ki, hogy most ez a, az üjél át a másik autóba, és márciusban van a kemény tél, az abszolút jellemző lett ismét nálunk. Igen, gondolom a belügyminiszterünk már hegyezi az SMS írókészülékét. Hát igen, mert a... Menjél, ne menjél, maradj ott, ne maradj! Tehát így azt gondolja, hogy SMS-sel lehet havat takarítani, de ez nem igaz. Ez csak valaki kitalálta. Tehát az csak a hódúró tudja megoldani ezt a problémát. Na, jöttek is az élhetetlen Ausztriából. Igen, 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 igen. Biztos már nem bírták Ausztriát, annyira rossz volt. Tehát azért az vicces, vicces volt, nem? Hogy így március közepén, amikor a forradalom és szabadságharc ünnepe van, akkor jönnek az osztrákok és felszabadítják Magyarországot. Behatolnak a Habsburg hókotrok behatolnak az országba. Az nagyon durva volt. Az nagyon durva volt. Én akkor pont a Győri Kórház laborjában egy ilyen komplett gépcserét akartam végrehajtani. És így beültünk a kocsiba, elindultunk, és már gyanús volt, hogy a körgyűrűn szembe nem jön senki. És amikor odaértünk a mondjad már hármas, ugye a hármas megy Győr felé. Vagy hármas Miskolc nem, akkor az egyes. Szerintem. Vagy nem, az az ötös. Na mindegy, fölértünk a vagy nem, az ötös Szeged. Az ötös, az M5, az biztos Szeged. Mindegy, fölértünk a föl... A hármas Miskolcnak megy fölé. Fölértünk a fölhajtóhoz. M3, persze, arra kell menni Charlie felé, az Miskolc. Jó, akkor M1. Győr az egész másik M1. Oldal. Most azért tüntetnek, hogy nem lehet rajta közlekedni, tehát nem a hó miatt, hanem hogy annyi a kátyú. És fölértünk a fölhajtóhoz, és ott megállt a sor. És az volt a szerencsénk, hogy még az elválasztó korlátod nem kezdődött el, de tőlünk egy 10 méterre volt. És ott átcsorogtunk egy 20 percet, jön egy rendőr, így letekeri az ablakot, arra biztos nem tudnak menni. És akkor hallgattuk meg közben a híreket, meg akkor már megjelentek az autó pályás föliratok is, csak mi ezt még nem láttuk. És akkor így nagy vidáman visszafordultunk, mert hogy nálunk még akkor semmi nem volt. Tehát se hófúvás, se havazás. Majd estére ért el minket, mikor hazaértünk. De... És jött az SMS. De hát mondom, én már hazaértem, hova üljek? Most üljek ki a hideg kocsiba, hogy mit csináljak ért. Na. Hát igen, hallgatni kell rá. Kedves hallgatóink, mi történt veled 120 éve rovatunk? Igen, igen, igen. Mi történt veled a múlt évezredben című rovatunkat hallottatok? De tényleg mi történt veled, Krisztián? Mióta nem találkoztunk? Velem, nem értem a kérdést. Nem történt velem igazából nagyon semmi. Két szignifikáns dolog történt velem az elmúlt hét óta. Ma megjött elvileg az utolsó csomagom, amit még... Nem igaz, nem az utolsó csomagom, amit várok, de egy nagyon fontos csomagom jött meg. A szuper bugyuta South Parkos stílusba elkészített zokniaim, pókember, vasember és Amerika kapitány ábrázolással. Borzalmasan viccesek. Nagyon jó, nagyon jó. Imádom. Nekem van Star Trek-es nyakkendőm, csak szólok.
Ó, hát ezt lefogadtam volna, hogy van neked ilyen. Ó, hogy ne. Még nem volt a lábamon, de majd jövő héten letesztelem őket. Nagyon, nagyon viccesen néznek ki. És még érdekesebb, hogy például Tony Starknak bajusza van, mint ahogy az apját szokták ábrázolni, olyan bajusza. Úgyhogy érdekes furaságok vannak ott Kínában, ahogy értelmezik ezeket a dolgokat. A lényeg, hogy megjött. És szerintem ez sokat elmond a múlt hetemről, hogy ez egy kiemelkedő esemény. És mondjuk az is, hogy a Zuboly a kedvenc együtteset, de hát így szeretünk, Krisztián. Én sosem mondtam, hogy a Zuboly a kedvenc együttesem, csak nagyon szeretem. Oké. Na és mi a másik dolog? A másik, hogy levelet kaptam live. Wow. Mégpedig a fővárosi ítélőtáblától nem volt rest az Emmi, és megküldte vaskos A4-es oldal paksamétában az érvelését, hogy miért is nem szabad kiadni az elektromos cigarettával kapcsolatos intézményi adatokat 2015-ből, és hát nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek rajta. Olyan dolgokat szednek elő, hogy az valami elképesztő. A legfőbb érvük, nem fogod elhinni, az, hogy 2020. május 20-ig folyamatosan várhatóak törvénymódosítások a témában, tehát nem zárult le a jogalkotás. 2020. május 20-án esedékes ugye a TPD felülvizsgálata, ami majd hoz megint valami eredményt, ami megint elkezdenek törvénykezni, amire megint lesz majd egy 5 évvel későbbi határidő, tehát gyakorlatilag az EMMI szerint sosem szabad ezeket az adatokat kiadni, mert gyakorlatilag a törvénymódosítás igazából ezekben a témában sosem áll meg. És azért nem szabad kiadni ezeket az adatokat, képzeld el. Ja, és hogy hívják, beidéztek a Lázár minisztériumából kompletten egy törvénymódosító csomagot, hogy mert tessék, nézzük meg, itt van ez például a témában, itt van ez az új, az is azóta született, tehát látjuk, hogy mozgásban van. És még olvastam az egészet, és egyszer nem hangzik el a törvénymódosító javaslatban az e-cigaretta, vagy az elektronikus cigaretta. Úgyhogy így tök másról, tehát így a dohánytermékekről, meg zárjegyekről, meg ilyesmikről történt egy módosítás, és ezt így bepróbálják súvasztani, hogy nézzék meg, itt a jogszabály módosult, látják? Ami egészen bizarr irányt vesz a történet, és utána még nem voltak restek, levadászgatták, ami YouTube-ra föl lett töltve, amit Horváth Ildikó meg Demjén Tibor égtelen baromságokat magyaráz, és alatta az eléggé szabadszájú kommentek, és így nem kisatírozva, hanem így kihúzóval, kijelölve, hogy nézzék meg, micsoda vélemények vannak itt, miket mondanak az emberek. És az a nagy kockázat, hogy azért nem fogják tudni szabadon kifejteni a véleményüket, mert az őket érő sorozatos, várható sorozatos támadások, mert mi egyébként egyfolytában személyes támadásokat intézünk az ő szakértőik ellen, elképzelhető, hogy ezek a szakértők inkább nem vállalnák a szakértői közreműködést, és akkor innentől kezdve sérülne a minden. Tehát, hogy valaki kiáll, és a tévében fasságokat mond, és valaki élve a szólásszabadsággal és a vélemény nyilvánításhoz való jogával kinyilvánítja a véleményét róla, az egész egyszerűen az EMMI szerint bizonyítéka annak, hogy a teljes, az utolsó betűig, a teljes nyilvánosság elől elzárva kell, hogy ezek a témák maradjanak, amíg világ a világ. Ja, és idéznek még a legfelsőbb bíróságtól egy másik közérdekű adatigényléses történetet, amiben úgy döntött a legfelsőbb bíróság, hogy nem kell kiadni, és a pszichoaktív drogok szabályozását előkészítő anyagokról szólt a közérdekű adatigénylés, ami szerintük egyenértékű kategória az elektromos cigarettával. Szóval én így ültem, mondom, jól van, elkezdett pörögni az agyam, hogy kicsit elkezdek előre gondolkozni, hogy milyen beadványt fogok erre beadni, mert nyilván valamit reagálnom kell erre, és aztán így végigment rajtam ilyen teljes nyugalom, hogy basszus, hogyha ez elegendő érvelés ahhoz, hogy a törvényszék azt mondja, hogy ja jó, akkor rendben, helyet adunk a fellebbezésnek, akkor nincs is értelme semmit csinálni, az ég egyet a világot. Tehát ez hihetetlen vicc az egész, basszus. Szóval ez történt. Fú, hát
tényleg abszolút ehhez kapcsolódik, és így elgondolkoztam most, miközben beszéltél, hogy emmi. Tehát, hogy annak idején a szakminisztériumokat így fogták, és így összegyúrták egy ilyen masszává, és természetesen ez ugye azt eredményezte, nem azt eredményezte, hogy kevesebb lett a közszolga a kormány gépezetében, hanem hogy több érdekes módon. És a szakminisztériumok elvesztették a szak előszót, érted, a szó összetételből, és abszolút nem értenek semmihez, és ez annyira jellemző egyébként. Nézd meg az egészségügyet, az oktatást, mindent, ami egy olyan minisztérium alá tartozik, bakker, amit ha valaki nekem 20 évvel ezelőtt mondja, hogy lesz egy ilyen minisztérium Magyarországon, kiröhögöm. Tehát, hogy emberi erőforrások minisztériuma, amelyik erőforrásként tekint az adófizetőkre egyébként, mint egy kibaszott fejőstehénre, az azért nagyon durva. Érted? Na, és itt szeretnék becsatlakozni a történethez. Levelet kaptam. Live! Ó! Kérlek szépen, a Blossz likvideket tavaly december óta lehet árulni Magyarországon. Tehát, hogy így ugye mindenki látja, hogy kifizettük valamikor év közepén ezt a akkor még 4x475 000 forintot, azért úgy, hogy egy kibaltázott darabot nem értékesítettél még a piacon, azért az elég gyomros, és 6 hónap helybe topi, tehát befizetted, onnantól ők húztak egy határvonalat, 6 hónap, mert szerintük ez van a törvényben, egyébként meg szerintünk nem, tehát az a maximum várakozási idő lehet, de ha úgy gondolja a jogalkotó, vagy a szakhatóság, ami ugye már a szakszót nem kéne oda, tehát azt gondolja a hatóság, hogy holnaptól árulhatod, akkor hónaptól árulhatod, kész. Mindegy, ők ragaszkodnak ehhez a 6 hónaphoz, ami nem tudom mit jelent, hogy 6 hónapuk van arra, hogy nem is tudom én, utána járjanak, megnézzenek, leellenőrizzenek bármi, de ennek semmiféle nyoma. Tehát én nem kaptam erről értesítést, hogy kedves gyártó, a jövő héten csütörtökön Csíkszeredában megtekintenénk az ön üzemét, hogy megfelele a gyártási előírásoknak, ugye? Tehát nincs ilyen kutakodás a témában, de ők 6 hónapot várnak, és december elején a trafikokba kerültünk, és március 14-én jön egy levél, legyek szíves 31-ig ismételten befizetni ezt a díjat, amit a mai napig nem tudom, hogy mi a picsára szednek, érted? Tehát, hogy arra szedik, hogy ők jól érezzék magukat, vagy ezért tesznek bármit is, az nem... Én most rájöttem, most, hogy mondtad, én rájöttem, hogy miért indokolt a 475 ezer forint, és miért indokolt... Hatáserősségenként. Ugye, amiből a nullást aztán végül kihagyták. Mesélj! Azért kerül ennyibe, Fifika, mert foglalkoznak veled. Tehát képzeld el, beküldöd a kis anyagaidat, ők megkapják az értesítést, és minden nap foglalkoznak veled. Ránéznek a naptárra, letelt már a fél év. Nem. Ó, jó. Másnap megint ránéznek. Letelt már a fél év. Nem. Fél évig veled foglalkoznak. Ez rendben van, Krisztián. Letelt már a fél év. Ez rendben van, de ez tavaly volt az idén. Mit kell vele foglalkozni, légy szíves? Bejött már a pénz? Hát onnantól kezdve, hogy megadják az engedélyt. Értem. Van már új év? Ó, nincs. Van már új év? Ó, nincs. Ó, nincs. Van már új év? Na végre! Na végre. Tehát egyszerűen... Érted? Dolgoznak. Komolyan mondom. Forognak a fogaskerekek. Tehát így kapnak ajándékba minden egyes Magyarországon forgalmazott gyártótól, meg ezt a gyártóktól szedik be, az importőrtől meg beveszik a hihetetlen magas jövedéki adót.
Tehát bakker, és akkor csodálkozunk, hogy mennyibe kerül egy 10 millis likvid. Hát, na, ez hihetetlen tényleg. Előre elveszik a hasznom. Tehát én már komolyan mondom, ez gáz. Hihetetlen gáz. Mellesleg azt hiszem 3 vagy 4 márka így januártól ki is ment a magyar piacról, mert egyszerűen nincs értelme bennmaradni. Hát ez így nem fenntartható. De hát már amikor megszületett, tudtuk, hogy semmi értelme az egésznek. Igen, azt tudod, hogy szar, tudod, hogy szar, de amikor a nyakadba öntik, akkor érzed is. Tehát ez volt ma. Tehát ez az abszolút friss sztori. Egyébként meg itt árvíz van, képzeld el. Igen. Tehát tudod így, mikor mondták, hogy árvíz van Csíkba. Na baszki, nincs is folyója. Érted most, mi van? Tehát itt csak... Megolvadt a hó? Igen, képzeld, esett 2 napig az eső, és megenyhült az idő, és olyan mennyiségű víz van, hát ugye ez egy völgybe, és a Hargita oldaláról körbe folyik le a cucc, de nem csak itt, hanem szinte itt azt hiszem 3 Székely megyére adtak ki vörös riasztást, árvízvédelmi vörös riasztást, és most már láttam fényképeket fönn a neten. Iszonyú, hogy így éjszak egy ilyen hegyi faluba így méteres víz végig. És tudod, ezzel az a baj, hogy ez nem egy ilyen kiöntött a Tisza jellegű víz, hanem hogy ez így mindenféle sárt, szírt szart visz maga előtt, egy ilyen saras ár gyakorlatilag. Úgyhogy nem fényes a helyzet, azt kell, hogy mondjam. Tudod, mi a jó ebbe, Fizika? Nem. Hogy most megint jön a hideg, és befagy az árvíz, és lehet korcsolyázni majd a völgybe. Oké, jó. Tehát meghívlak egy korcsolyázásra, jó? Nem szeretnék. Korcsolya kölcsönzést, figyelj, korcsolya kölcsönzést, azt fizetem, tehát arra ne legyen gondod. Csak gyere ki. Nem merek. Mert itt egyébként, hogy is mondjam, holnap, amúgy itt március 15-ei ünnepségek lesznek, fönn a nyerekbe huszárok, stb. Békemenet itt nincsen, mert azért az a migráns, amelyik ide szeretne jönni, azt tényleg megnézném, és azt külön kitüntetném. Micsoda amúgy. Veszteség. Na ezért nem megyek hozzád korcsolyázni, mert nincs nálatok békemenet. Ennyi. Igen. Viszont ünneplik a mi nemzeti ünnepünket, illetve a közös nemzeti ünnepünket nyilván, de ezt valami hihetetlen ellenállás kíséri a román hatóságok részéről. Tehát most olvastam, ilyen 50 000 lejes bírságokat nyomnak ki, tehát polgármestereknek, ha kiteszik a magyar zászlót. Szóval nem, wow. nem annyira happy, viszont szerintem annál, hogy is mondjam, emelkedettebb itt az ünneplés, mint otthon. Első körben azt akarták, hogy a magyar zászló mellé tegyék ki a románt is. Tehát ez mondjuk így furcsán nézett volna ki, hogy a 48-as forradalom és szabadságharc ünneplését úgy lehet zászlóval, nem is tudom vizualizálni, hogy a magyar-román zászló egymás mellett. Aztán meg elkezdtek büntetni, úgyhogy érdekes, nem 5000 lejre, bocsánat, nem 50 000-re, na, mégse. 5000 lej, hát az olyan 350 000 forint. Azért az se kis pénz így hígy-húgy elsőre. Szóval ez volt, voltam fodrásznál. Ó, gratulálok. Öcsém. Milyen az újsérő? Hát rövid, milyen lenne.
marha ritkán jutok el fodrászhoz, és akkor most egy Csíkszeredába elvittek egy ilyen férfi fodrászatba. Hát az akkora... Lőd már be a kamerádat. Nem lövöm be, nem lövöm be. Kérlek. Nem lövöm be, úgyse látszik semmi a fülestől. Akkora mi a fene volt élmény egyébként. Ilyet még sose láttam, hogy letéptek ilyen fehér csíkot, és így a nyakadba tették, és utána adták rád ezt a nem tudom, tehát ilyen, tudod, ilyen egyszer használatos nyakpánt. Meg... És nyakpánt! És nyakpánt! És mit bemasszírozták a fejbőrödbe, a szeszt. Na, szóval nagyon tip-top volt. Úgy keltem fel a székből, érted, hogy 10 évet fiatalodtam. Ritkán járok fodrászhoz, illetve hogyha járok, akkor nyilván a kisfalum fodrászához szoktam menni, tudod, oda megy öt perc, körbe csapkodja a hanyírógéppel, és akkor ennyi. Na. Királyság. Szóval nagy élmény volt a fodrászat. Rég voltam már ilyen komplex szolgáltatásba részesítve, vagy tényleg mindenféle dolgot csináltak velem. Nem megy a kamera, Krisztián, tehát én próbálkoztam volna megmutatni magam, de nem megy a kamera. Ó, tényleg. Akkor ezért torzult el a hangod egy picit, megette a kamera. Igen. Pedig itt van a sávszélesség. Na, úgyhogy ez volt, és hát küzdünk, mint az őrültek. Vasárnap jöttem Kicsíkba, gyönyörű napsütéses idő volt, tényleg élmény volt levezetni azt a 7-7 és fél órát, és most, hogy mentem a fodrászhoz, bementem a városközpontba, így kiszálltam a kocsiból, ilyen iszonyú tömeg, tehát 4:30 környéke, olyankor be van dugulva a város, mindenki megy hazafelé, körforgalom teleautóval, és egyszer csak hallasz egy egetverő lónyerítést, érted? Mi? Annyira abszurd volt a jelenet, érted, hogy mész egy ilyen forgalomtól nyüzsgő városba, és a körforgalomnál hallasz egy, de olyan iszonyú erős lónyerítést, érted, hogy így összerezzentem a járdán. És így elnézek balra, és ott az autók mögött áll egy szekér, és a ló elkezdett nyeríteni, mert nem tudott bemenni a körforgalomba, mert ott mindig jött valami autó elé. Ja. És ezen kiakadt a ló, és olyat nyerített öcsém, hogy a következő autó megállt, és beengedt a lovas szekeret. Ezt föl kellett volna venni kamerára, ez elképesztő. Tényleg, itt még nagyon dívik ez a lovas szekeres történet. Nem semmi volt. És így eszembe is volt, nem mondom, ezt podcasten elmesélem, mert ez hihetetlen. Tehát valami földbe gyökerezett a lábam, olyat nyerített a ló. És így tudott körbe ilyen 5-10 emeletes épületek, meg szóval teljesen urbánus légtér, és elkezd egy ló, de hihetett, mint egy oroszlánbőgés, olyat nyerített. Nagyon durva volt. Ilyen kis sztorik esnek meg velem, de nagyjából ennyi, majd ha még eszembe jut valami, akkor úgy csinálok, ahogy te szoktad. Ja, és még ezt is akartam mondani. De szerintem csapjunk bele a lecsóba. Csapjunk, kérlek szépen. Raziázzuk le a témát. Raziázzunk. Mert hogy van. Van razia is. A razia él és alkot. Ugye nálunk 2012-ben, úristen, már 6 éve, Jézusom, 2012-ben
volt csúcsra járatva az e-cigi razzia, Olaszországban most kezdődött el. Nemrégiben Olaszországban tartottak volna egy e-cigi expót, és egyszer csak megjelentek előtte a hatóságok, és arra hivatkozva, hogy most itt mindent meg fognak nézni, hogy legálisan forgalmazható-e, gyakorlatilag minden terméket lefoglaltak, és bezárták az expót, és a hírek szerint a hatóság képviselői elkezdték követni az e-cigiseket is, hogy ellenőrizzék, hogy a náluk lévő e-likvid, mert hogy alapvetően az e-likvidre voltak kiegyezve, hogy a náluk lévő e-likvid az vajon legális forrásból van-e a tulajdonukban, tehát gyakorlatilag az emberek magántulajdona után kezdtek el szimatolni ott a helyszínen. Hát de nem is értem, tehát van egy bejelentett kiállítás. Így van? Igen. És erre a bejelentett kiállításra kivonul az olasz pénzügyi őrség. És fogja, és... Gyakorlatilag, igen. És standol egyet. És standol mindent. A feltételezések szerint nem tetszik az olasz hatóságoknak, hogy ők nagy okosan felsófolták az adóterheket, meg ott is felsófolták a bejelentési, igazgatási, szolgáltatási díjakat, és nem tetszik nekik, hogy bevételtől esnek el, mert fekete kereskedelem van az országban. Minő meglepetés egy ilyen intézkedés után, mint amit nálunk is láttunk, virágzik a feres. Képzeld el, ki gondolta volna, hogy ezek az intézkedések fekete kereskedelem térnyerésének biztos kedveznek. Nem. Biztos hülyeség. Váratlan fordulat. Tehát ez ilyen nincs, érted? Hát látod, emelik a cigi árát, és inkább nem veszik meg az olcsó szar feketét az emberek, hanem bemennek a trafikba, mint a jól lakott óvodás, és ott veszik meg a dohányárút. Még drágább lenne, még többen mennének oda. Nem? Igen, mert akkor már nem csak legális, de sikk is. Sikk is. Státuszszimbólum. És este nyugodtan hajtja álomra a fejét, hogy ma is néhány négyzetméter gyeptakarót finanszíroztam az adóforintjaimmal valami random útszéli helyre felhúzandó stadionhoz. Vagy lehet, hogy pont arra gondol, mielőtt elalszik, számolgatja a bárányokat, hogy most ettől, hogy én ilyen legálisan vásároltam, és nem az ukrán csempészt vettem meg, úgy el tud menni jövőre is helikopterről rénszarvasra vadászni a semjén, hogy az valami ihaj. Vannak ezek, amik így megmelengetik az ember szívét, és így boldoggá tesznek, hogy ma is jó állampolgár voltam. Adtam a vérszívóknak. Na de ne politizáljunk. Annyira. Hova tűntél, Fifika? Leraziáztak? Bréko. Föld hívja Fifikát. Fifika, jelentkez. Tehát ott tartottunk, hogy mielőtt leszakadtunk, hogy én jól látom, hogy a nullás sem mentesül a bejelentés alól. Azt írják az olaszoknál, igen. Hát ez durva sztori. Olaszországban nem kell expóra menni. De viszont, ha már expóknál tartunk, kis rövid színes, hogy... Ha már expó, akkor Kraftwerk. Ha már expó, akkor Kraftwerk, igen. Hogy az idén is lesz hihetetlen jó kis expó Németországban, egyébként több is, de mi a magunk részéről a The Hall of Vape-re megyünk, ami május 5 és 6 között lesz Stuttgartban, és minden évben egyre nagyobb, most olyan talán 30-40 ezer közötti látogató számot mondanak. Az elég rengeteg. Elég rengeteg, elég nagy. Azt kell, hogy mondjam. Igen, és valószínűleg nem fognak az olasz pénzügyőrök
razziázni Németországban. Hát ez egy Ez mennyire ijesztő már, hogy... Ez egy nagyon... Hogy elkezdik követni az elcigiseket, és így mi kérdezgetik? Honnan van? Maga mit szív? Tehát ez nálunk is várható egyébként, hogyha a Dölcs kormányunk marad a helyén, akkor ez nálunk is várható lesz, hogy előbb-utóbb elkezdik fölgöngyölíteni a nagyobb feketén kereskedő gócokat az országban. És én azt gondolom, hogy mindaz mellett, amit gondolunk erről az egész dologról, és amit lehetett, természetesen megtettünk, meg, és még folyamatosan tesszük a dolgunkat, hogy ez ne így legyen, de aki nem a törvény, a jelenlegi törvény útján jár, fú, ezt most nagyon szépen fogalmaztam meg, az biztos, hogy számíthat vegzálásra. És az a probléma, hogyha nikotinos folyadékkal fognak meg, hogy azt árulod, akkor az jövedéki büntet, vagy nem tudom, ez hogy lehet szépen fogalmazni, jövedéki csalás, vagy adóelkerülés, és annak elég húzós az alsó büntetési tétele is. Tehát arra kérek mindenkit, hogy ezt azért így gondolja végig, mielőtt hülyeséget csinál. Szóval ez szarhír volt, de van még egy szarhírünk, szerintem essünk túl rajta. Essünk túl rajta, ez a nap ótvarszar híre. Meghalt Stephen Hawking, aki én azt gondolom, hogy minden a kozmológia iránt is csak így tényleg egy hangyányit érdeklődő embernek a kedvence volt. Én két könyvét is olvastam, az egyik ugye az a nagyon híres Az idő rövid története, és a másik címére már, megmondom őszintén, nem emlékszem, de Az idő rövid története után adta ki, valószínűleg nem az volt a cím, hogy Az idő hosszú története. Idő rövid története kettő. Nem ez volt a címe. De hogy ő tényleg egy ilyen über gondolkodó volt ebben a témában, és egyébként az látszódott, tehát ahogy most az utóbbi 5 évben elkezdtek vele tévésorozatot csinálni, tényleg rengeteg könyve jelent meg, gondolatait osztották meg, az várható volt, hogy valószínű mindenki tudta, hogy már azért közeleg a vég, és ő azt hiszem, hogy a betegségének a meghazudtolója. Tehát ebben a betegségben illett volna 30 évesen venni a kalapot és átköltözni az örök vadászmezőkre. Természetesen a halálát követő első órában megjelentek az internetes mémek vele kapcsolatban. Ugyanis hihetetlen módon tagadta Isten létét a kozmológiából kiindulva, és hát ugye most rengeteg ilyen mém jelent meg. Először így picit rosszul esett, aztán valaki bekommentelt egy ilyen alá, hogy valószínű ez neki is tetszene, mert hogy tényleg jó volt a humora. És hát ugye rengeteg például kedvenc sorozatunkban is játszott egy-két szerepet, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az agymenőkben mikor fognak róla. Ne hívd agymenőknek, könyörgöm. Akkor jó, akkor minek hívjuk, mert én nekem agymenő. Big Bang Theory. Na mindegy. Nekem agymenők marad. A Big Bang, Big, bazznek beszélni se tudok, hihetetlen. A Big. Hol van egy székely pálinka? Meg kell, hogy úgy ki van... Meg tudod ugrani, fifika, mert fog. A Big Bang.
Jó mondom? Teori. Big Bang teori. Oké, okay, a Big Bang-el volt a problémám, nem a teorival a Big Bang. Jó van, jó van. Nehéz szülés volt. Ezért hívom én nagymenőknek, baszki, mit kell itt izé átszoktatni? Van annak rendes magyar neve is. Magyarok vagyunk, magyarul beszélünk. Azt mondja, a kedvenc sorozatunkban sem tudom, mikor fog majd szóba kerülni, mert biztos, hogy szóba fog kerülni a Hawking professzor. Hát ugye itt kérdés, hogy mikor, mert hogy ezt az évadot már leforgatták. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is. És már le is vetítették? Most megy az aktuális évad. Hát figyelj, tőlük én még azt is elvárom, hogy az utolsó részhez hozzáforgatnak valamit, csak azért, hogy benne legyenek, vagy aktuálisak legyenek egy kicsit. Semmi nem olvasgatom közben. Elképzelhetetlen egyébként. CGI Stephen Hawking megjelenik a Big Bang teóriában. Igen. Itt olvasgatom közben a gyászjelentést a BBC oldalán, és tényleg 22 éves korában, dehogy is 21 éves korában diagnosztizálták a betegségét, és 2 évet adtak neki. Ahhoz képest tényleg nagyon durván rácáfolt a prognózisra. Hát, és hát elképesztő. Gyakorlatilag neki a gondolkodás maradt. Semmi más. Tehát, hogyha végig gondolod, erre volt kárhoztatva konkrétan, de még ebből is jól jött ki. Tehát ez elképesztő. Az űrge mindenféleképpen. Úgyhogy tényleg nagyon, hogy mondjam, szomorúak vagyunk a hír miatt. Én azért még vártam valamit tőle. Hát ha összerakta volna ezt a nagy végső és mindent megmagyarázó teóriát, de hát ez sajnos elmaradt. Nem tudunk mit tenni. Viszont én a múlt héten raspberryztem, és képzeld el, kijött az új raspberry, illetve nem. Bemálnáztál? Nem, még csak nem is málnáztam, hanem én narancsoltam. És kijött az új... Orangeberry, az érdekes az orangeberry. Kijött az új raspberry pi. És egészen-egészen klassz lett. Méretben nem változott. Szerintem a csatlakozók tekintetében sem változott, hanem kapott egy gyorsabb processzort, kétsávos wifi-je van, 4.2-es Bluetooth, gigabit Ethernet, mondjuk szerintem a régin is az volt, és... Nem, ez nem igaz. És tudja a PoE-t, tehát a Power Over Ethernetet, úgyhogy nem semmi a cucc, nettó $35, baszki, tehát ezt így kimondani is... Kemény nagyon. És borzasztó, mert hogy ebből aztán tényleg pikpak lehet építeni egy piszok jó kis média lejátszót a valami akármi mellé. Úgyhogy... Én nem vagyok nagyon hasra esve egyébként a picike-től benne. Picike. Tehát, ja, hát igen. Ugye ezeknek a tenyér számítógépeknek gyakorlatilag ezek mobil CPU-kkal mennek. Szóval ezeknek a tenyér számítógépeknek azért valahol meg kell kötni azt a kompromisszumot, hogy oké, nyilván bele lehet barkácsolni hűtőbordát, meg még hűtőventilátort is, de ennek ugye az a szépsége, hogy ebbe ne legyen már hűtőborda, meg hűtőventilátor, mondjuk még egy borda talán elmegy, de hogy ezek ilyen abszolút... Az enyémre.
abszolút, az enyémre nem kellett. Tehát így néztem videó lejátszásba, eszméletlen normálisan ment, nem akadt, nem volt semmi full HD-ba, és nem melegedett szarrá borda nélkül se a processzor, tehát azt szerintem... Azért inkább vettem rá egyet. Szerintem... Benne volt a lehetőség, hogy overclockolom, és akkor azért nem árt, ha van egy kis borda. Jó, hogy te így túlhajtogatod, meg nem tudom én mi, hát azért na... Hát figyelj azért a... Hivatalos konfig lehetőséget ad rá. Azért a memória is jobb lett, nem lett nagyobb, de jobb lett benne, és más tényleg nem nagyon változott. Hát annyi, hogy mondom, tudja ezt a PoE cuccot. Hát azért az a gigabit is 300 megabit igazából itt igen. Tehát... Mert nekem ez volt a nagy szívfájdalmam vele kapcsolatban, mert mindenféle ilyen Raspberry klasztereket vizionáltam, akik ilyen network block device-okon nem tudom, hogy miket csinálnak, és aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy ugyanazon a sávszélességen ül az USB 2-n van rajta a hálózat is, és a némileg szűk keresztmetszet egy ilyen dolognak. De egyébként minden finnyáskodásomat, most az upgrade-eket illető finnyáskodásomat sútba dobva félretéve, abszolút zseniális kis cucc, elképesztően jó. Na úgyhogy szerintem ezért az árért mit tudsz kapni? Na, őszintén. Ekkora méretben. Tehát azt gondolom, minden. Két orange peat. Igen. Nagyjából egyébként igen. Viszont ennek a támogatás azért lássuk be, hogy most, amikor az Orange PS kerestem dolgokat, azért a Raspberry-nek a támogatása nagyságrendekkel jobb. Ugye a Raspberry-hez létezik Winx-es támogatás, az Orange-hez semmi nincsen. Tehát nyilván vannak ilyen próbálkozások, de talán a kernelig jutottak el, és még desktopot nem is tudnak rá tenni, úgyhogy na, ennyi a dolog lényege. Viszont jöjjünk ismét haza, mármint, hogy nekem haza, Székelyhonba, képzeld el, írtak az e-cigarettáról. Tehát ez nekem annyira amúgy sincs a román sajtó így, hál' Istennek tele ilyen lejárató cikkekkel, mint mondjuk nálunk a magyar szakértői válogatott által nagy szeretettel osztogatott bullshit. És a székelyhon.ro-n írtak egy jópofa cikket az e-cigarettáról. Azért mondom, hogy jópofa, mert azért itt-ott amott föllelhető benne a bullshitnek némi átszűrődése a cikken, de már a címe is sokkal jobb, mint bármi, amit eddig Magyarországon olvastam. Egy cigaretta kettős pont, ha már dönteni kell, több a pró, mint a kontra. Tehát Magyarországon ezt betiltották volna ezzel a címmel, és gyakorlatilag egy jópofa állásfoglalás az e-cigaretta mellett. Mondjuk az, hogy füstöt ír, meg wikipédiás cikkekkel jön, illetve azért kimondja, hogy az elektromos cigaretta egyértelműen nem annyira káros, mint a hagyományos dohányzás. Ezt még nálunk azért nem merték így leírni, és itt ráadásul egy szakemberrel beszéltek egy ittenivel. Főleg az árérzékenységre térnek ki, hogy azért lett ennyire, hogy is mondjam, népszerű Romániába. És ami baromi érdekes, hogy tömegközlekedési eszközön nem, de minden máshol lehet használni. Tehát a román mint ahogy nálunk is 3 éve.
A két éve hatályos törvény csupán kétszer említi az elektromos cigarettát, először megnevezi, hogy pontosan milyen eszközről van szó, a második említésben pedig arra tér ki, hogy a tömegközlekedési eszközökön tilos ezek használata. De egyébként bemész bármilyen szórakozó helyre, használhatod nyugodtan. Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy úgy hangzik, hogy Románia olyan hely, mint Magyarország, mielőtt a szar hely lett volna. Tehát brutális. Így a törvény más esetekben nem tiltja az elektromos cigaretta használatát. Persze vannak ilyen bugyutaságok, hogy valódi dohánnyal működik az e-cigaretta, ami egyébként innen nézve nem akkora marhaság, mert itt volt egy multi, aki kitette az összes termékét az egy csomó benzinkútra, e-cigaretta termékét, és a végében ott, ahol a szakszóval élve a szopókája van, abba tett azt hiszem fél gram dohányt. Azt meg ne kérdezd, hogy miért, de tett. Értem, ezért próbálom. Próbáld érteni. Tehát konkrétan dohány vágat volt a füstszűrő az egy cigarettán. Hát az mekkora már, érted? Hihetetlen. Nagyon cseles. Rohadjatok meg, akkor is dohánygyár vagyok, és betett, érted, egy ilyen csipet dohányt. Itt van, szívjátok. Ez azért elegáns öntökön szúrás, mert innentől kezdve viszont tartalmaz dohányt. Viszont meg is bukott vele, tehát senki nem vásárolta. És a cikk végén szintén kitér az IQOS-ra, ami ugye már így önmagában nem igaz, mert az IQOS-ról és a Glow-ról beszélhetünk Romániában. Tehát mind a két nagy dohánymultinak megvan a Heat Not Burn eszköze ezen a piacon. És azt kell, hogy mondjam, elég sok embert látok, akik ezt használják, vagy az IQOS-t. Mondjuk az IQOS-t többen, mert az már egy éve a piacon van, amire meg azt szoktam mondani, hogy az nekünk jó. Mert ha valaki áttér az IQOS-ra, és utána az már könnyebben fog váltani egy cigarettára, mintha egyből cigarettáról váltana egy cigarettára. Szóval ez a kis jópofa cikk jött velem szembe, illetve hát nem jött, mert Feri barátunk osztotta meg. Mindenkinek ajánl. Médiafigyelő. Médiafigyelő. Cigiri Ciglár Ferenc barátunk osztotta meg, és mindenkinek ajánlom, hogy olvasgassa, illetve hát akár a többi hírt is megnézheti, mert azért ez az újság tehát tényleg egy ilyen valódi felüdülés, hogyha egy magyar sajtóhoz szokott ember nézegeti, akkor se soros, se migráns, se izé, se, hát az van benne, amit kell, hogy szolgáljon, az aktuális híreket. Úgyhogy ennyi. Még egy témánk van, ez még áthozat gyanánt a múlt hétről. Igen. Hogy borzalmas szóvicceket gyár csak, Farsalinos Dokinak nagyon lecsípi a szemét a formaldehid. És vagy, hogy még ilyen képzavarokkal éljek, és nagyon borzalmas allegóriákkal, Farsalinos Doki az e-cigaretta kutatás legye, aki azonnal rárepül minden szar tanulmányra. És volt nemrégiben megint egy szar tanulmány, ami igen, erre emlékszek, amelyik a Sherit hozta ki ilyen borzasztó magasan szarnak, mint aromát, nem? Arról a... Ha jól emlékszem, igen, mert itt nincs belinkelve, és azért volt néhány ilyen típusú tanulmány, úgyhogy pontosan nem tudom, hogy melyik lehetett, de szerintem is az lehetett. És
És megismételték Farsanyonos dokiék ezt a kísérletet, ezúttal ellenőrzött tisztességes körülmények között, hogy nézzék, hogy hol van ez a formaldehid, ami állítólag elképesztő mennyiségben jön az aromásított e-cigaretta után töltő folyadékokból, és nem találták sehol. Azt húzás, hogy nem találták sehol, találtak mást, illetve másképp találták meg. A tanulmány azt emeli ki, hogy egy nemrégiben megjelent másik tanulmány úgy találta, hogy az ízesítések a legfőbb forrásai az aldehid kibocsátásnak az elektromos cigarettákban. A mi ismétlő tanulmányunk 589-szer kevesebb. Na ez, ez kibocsátás. Ez nagyságrendi tévedés, baszki. Ez nagyon, nagyon durva. Az ízesítetlen utántöltők szintén bocsátattak ki aldehideket, ugyanazt az elektromos cigaretta készüléket használva, és nagyon kis eltérést tapasztaltunk az ízesített és a nem ízesített utántöltő folyadékok aldehid kibocsátása között, tehát azt is sikerült cáfolniuk, hogy nem igaz, hogy az ízesítések azok, amik ezért felelősek, és aztán még a végén itt összefoglalja, illetve az eredményeket vesézi, hogy az aldehid kibocsátás minden ízesített folyadékból 79-től 99,8%-kal kevesebb volt, mint a dohányzásban, és alacsonyabb, az összaldehid kibocsátás alacsonyabb volt, mint egy átlagos háztartásban bármikor mérhető érték, valamint a foglalkozási és zárt terekre vonatkozó biztonsági határértékek. Tehát gyakorlatilag egyáltalán nem éri el az aldehid kibocsátás normális üzemi körülmények között azt a szintet, amit bárki egészségre veszélyesre gondolna. Most összefoglalják. Igen? Mondjad, Fifika. Nem, mondjad azért, majd aztán fűzök hozzá valamit. Jó, mert így van még két mondata a dokinak, illetve három, és így a végén szúr egy jót így a kollégákba. Tehát az itt tesztelt elektromos cigaretták nagyon kevés aldehidet bocsátottak ki. Bizonyos ízesítések hozzájárulhatnak az aldehid kibocsátáshoz, de az abszolút értékek nagyon-nagyon minimálisak. Jaj, gyorsan akartam mondani, pedig az előbb megvolt még itt a nyers fordítás a fejembe. Igen, megvan. Ellenőrzött módszerek használatára van szükség, amikor valaki az elektromos cigaretta kibocsátásokat vizsgálja így a végére. Ez hihetetlen. Tehát most direkt megnyitottam az egyik Liquidünknek ugye annak idején kellett csinálni egy ilyet, hogy 10 milli... Nem mondd, hogy a kupakját nyitottad meg, kiszökik az aldehid. 10 millire le kellett vetíteni 10 milliliterre, aminek 11,5-est, azt minek kell mondani? Azt mondja, hogy 10 százezred. Azt mondja, 11,72271 százezred milligramm a súlya. És trimetilpirazin, ami hogy mondjam neked, azt hiszem a dohányos ízek egyik ilyen fő összetevője, és ebből, most kinéztem, kasszám szerint ebből van a legtöbb belőle. Na ebből... Tehát aldehid bomba. Na ebből a durván 12 milligramba van 0,00847 százezred milligram. Tehát, hogy olyan elképesztő kicsiny mennyiségekben fordul elő, tehát ezrednyi, tízezrednyi mennyiségben tartalmaz összetevőket, a likvid ízesítő összetevőket. Érted? Mert az, hogy te használsz egy aromát, amit mit tudom én 5%-ba keversz, vagy 3%-ba, vagy 2%-ba, annak az arománakban lévő összetevők, azok nem is tudom, lesz-e az aromának ilyen
ilyen 3-4%-át teszik ki. A többi az propilénglikol és glicerin. Vagy víz. Tehát ezek vannak egy ekte gyári aromában. Tehát annyira kevés az összetevő, hogy és ezt abszolút bizonyítja az ő mérésük. Tényleg. Úgyhogy ez valami... Mert a falszorinószék nem jól csinálják, hát nem ez a tudományos megközelítés, Fifika. Oda kell menni, föl kell tolni 800 wattra, megküldeni szárazon, és jön az aldehid. Biztos, egy száraz tekeri, tehát amikor vattát égetsz, az azért durván tud eredményeket produkálni, érted? Tehát ez komolyan mondom, elképesztő, hogy milyen cuccok vannak. Épp most... Hát ez egy ilyen... Ne, épp mondja, most állított, ez volt az utolsó, amit csináltunk az új 50 millis nullás likvidekhez biztonsági adatlapot állítottunk össze, és ahhoz kellett megadni így az összetevőket, és itt nekem megvan 10 millire, 50 millire, meg 100 millire kivetítve a tömegszázalékos összetétel, hát hihetetlen. Na, szóval tényleg nagyon kevés az aroma. Hát ez az árnyalatni különbség akkor, amikor valaki az igazát akarja bizonyítani, vagy a tényeket akarja bizonyítani, mint ahogy megfigyeljük, hogy a tudományos tények hogyan hangzanak ugyanazon termék vonatkozásában mondjuk Angliában, és hogyan hangzanak nálunk, hát mint hogyha nem is ugyanarról a dologról beszélnénk. Hát most csak a te kedvedért csinálok már kíváncsiságképp egy szummát. Tehát az összes ízesítő összetevő, ugye a kasszámú összetevők azok mindig tömény részre vonatkoznak. Tehát az összes ízesítő összetevő egy 12 mg súlyú likvidben 0,041 mg. Tehát ez nem tudom, fél ezred talán. Iszonyú kevés. Ezért nem is értettem, amikor ott a különböző... Persze lehet, hogy találsz egy olyan kasszámú összetevőt, amelyik így föltekeri ezeket a dolgokat, de hát ez az 500 valahányszoros különbség, azért az azt jelenti, hogy ott valami méréstechnikai probléma van, mert ennyit nem lehet tévedni. Tehát ez... Hát nem kicsit. Ez hülyeség. Akármerről is nézzük ezt a kérdést. Viszont azok se tévedtek, akik támogatták a podcastünk létrejöttét, akár anyagi, akár erkölcsi, akár befektetett fizikai munkájával, mint például Charlie. És ezúton is szeretnénk nekik megköszönni azt, amit tesznek értünk, hogy hétről hétre megjelenhessünk a digitális folyó partján, és hallgathassanak minket. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Ez de szépen mondtad. Digitális kanál is. Viszont néztem a héten egy sorozatot, Krisztián. Na. Várjál, mert nem akarok hülyeséget mondani, pedig biztos fogok. Az HBO kínálatában jelent meg nekem. Én ugye HBO Go-zom, és brittek? Hm?
Mond ez neked valamit? Vagy Britannia? Britannia. Britannia néven fut, és druidás. Az. Britannia. És néztem néhány hónappal ezelőtt, igen. És neked hogy tetszett? Mert nekem nagyon. Nekem nagyon tetszett, egy kicsit volt egy olyan érzésem, hogy úgy érezték, hogy itt van még egy piaci rés, illetve nem piaci rés, hanem hogy a vikingek által keltett népszerűségi hullámot meg lehetne lovagolni még egy ilyen vonulattal is. Volt egy ilyen hangulata a holminak, de nekem nagyon-nagyon tetszett. Én azt gondolom hogy egyrészt érdekes volt, tehát ez a... Ugye a druidákról azért elég keveset tudunk, lássuk be. Tehát így nem szerepelt a történelmi tanulmányaink. Nem csak azért, mert ugye mi a sorozatban, hogy nem tudom, hogy merre jársz, megnézted. Végignéztem. Spoiler. Ja, akkor nem spoilerezek, hogy a druidáknál törvény volt, hogy nem lehet írásba foglalni semmit. Hát ezért nem maradt föl gyakorlatilag semmilyen írásos bizonyíték a druidákról. És egyrészt, másrészt pedig nekem tetszettek a színészek. Tehát, hogy ott a római hadvezért így abszolút elhiszed. Aki egyébként a Walking Deadből igazoltát. Nagyon jó, tehát piszok jó karaktere lett. Szerintem a fő druida is eszméletlen jó lett. És ez a kicsit kerge, kirúgott druida tanonc is nagyon jó figura volt. Tehát úgy abszolút ült az egész színészgárd, és nem az volt, hogy ó, bazzik, most gyorsan összehánytak egy hasonszőrű Vikings klón sorozatot, mint a vikingek, igen. Jó volt. Ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Fönn van a... Nekem is tetszett. Fönn van az HBO Go-n. Valamiért a 9. rész feliratos, és nincs magyar hanggal. Többi 8-nak pedig van, ezt nem tudom. Valószínűleg a szinkronnal még nem értek oda. De jó volt. Jó volt, így le is. Még az egyik podcast hallgató társunk ajánlotta be néhány hónappal ezelőtt a Párásítóban, ha jól emlékszem. Aha. Teli találat volt. Na hát nekem senki nem ajánlotta, én így elkezdtem nézni, és akkor így beragadtam. Tehát tényleg klassz volt, megfogott, izgalmas is volt, látványos is szerintem. Úgyhogy hát annyira nem, mint a Star Trek új szériája nyilván, de így megfogott, meg jó volt. Várom a folytatást. Viszont hasonló hangulatú film, arról tudsz-e valamit, hogy a Tabu mikor fog folytatódni? Nem tudom, hogy a Tabu mikor fog folytatódni, csak nagyon azt tudom, hogy berendelték a következőt, és lesz folytatása. Nézzük meg az ide vonatkozó internetes közös tudatot. Tabu 2 Cosmopolitan oldaláról, mit tudunk a Tabu 2-ről. Na, lehet. Egyértelműen lesz második évad. Dehogy nincs mikor. Nincs még dátum. Dehogy mikor az nincsen nem. Nincsen dátum. Sajna nincsen dátum. Hát, oké. Az a baj egyébként, hogy piszok sok jó első évad ért véget, és iszonyúan várom egy csomó filmnek a Szolgáló lány meséje, a Tabu, akkor most a Britannia, tehát várom egy csomó filmnek a második részét. Én el vagyok kényeztetve, most jött ki a második évadja a Marvel Jessica Jonesnak a Netflix-től. Én most azt nézem. Nagyon jó még mindig. Te mi lett a Netflix-el? Abba hagyták a magyar feliratozást? Vagy, mert egy időben én úgy láttam, hogy egy pár filmem volt. Nem tudom, te hol szoktad a Netflixen nézed ezeket a filmeket. Sajnos nekem nincs Netflixen. Hát, baszki. Nekem könyvtár belépőm van.
Na mindegy, és én múltkor fenn voltam, mert nekem van Netflixem, illetve nem nekem, a lányomnak most már, és én úgy vettem észre, hogy abszolút hiányzik a magyar fölirat, tehát ami volt, sincs már meg, de lehet, hogy rosszul látok. Na mindegy. Nem tudom. Hát, nem ha, tudom sajnos, hát ha valaki ezt majd megírja nekünk. Viszont ami még érdekes, hogy ma, vagy nem ma, mikor voltak Debrecenbe? Tegnap. Tehát kedden voltak Debrecenbe. Charlie is volt talán, mert hogy forgatnak egyébként. Azt nem mondjuk meg, hogy mit forgatnak, de forgatnak, és Kari forgatja a Karika gyűrűjét, és a professzorral is sikerült neki beszélni, úgyhogy meg lesz örökítve az utókornak. Ő is, és természetesen még mindig várjuk Debrecenbe a látogatókat, jelentkező vapereket. Most úgy tudom, hogy Szegedről indul telekocsi, amiben még van hely, tehát a Csongrád megyeieket szeretnénk megszólítani. Bárkit érdekel, az nézzen be az e-cigi tesztek oldalára, és ott a megfelelő helyen tud jelentkezni. Morvai Flórián barátunk megy ismét Debrecenbe, és természetesen továbbra is tartjuk azt, hogyha valaki telekocsit szervez, akkor annak az üzemanyag költségét az egyesület állja. Most már egy probléma van, ezt a múltkor mondta valaki, sokan félnek a tűszúrástól. Ne szórakozzatok. Isten bizony. Ezt valaki beírt. Valaki beírta, hogy sokan félnek a tűszúrástól. Hát én meg azt mondom, hogy ne féljetek. Én eltöltöttem egy pár évet vérvételi laborokban és környékükön. És ezek a csajok hihetetlen jól tudnak szúrni. Tehát egyből vénára megy. Nem fogsz érezni semmit. Ne kérd a vékony tűt, csak a vastagot. Akkor rosszul nem fogsz járni. Három kémcsővel vettek le tőlem. Pikpak. Úgyhogy Debrecenre föl. És hát szerintem ennyi fért a mai adásunkba. Videót, kultúrát azt én töltöm. Nyilvánvalóan sajnálatos módon Stephen Hawking lesz a videókultúra rovat főszereplője most, és mindenkinek kívánok ízletes, gőzökben gazdag napot ezután a podcast után. Egy élmény volt. Sziasztok! Beszélj, beszélj, Fifika. Még nem jött meg a hangod, de majd megjön mindjárt a hangod. Csak beszélj, mondjad. Beszarok. Mikor szakadtál le? Megmondom neked, és most láttam is, hogy kiírta a Skype, hogy call dropped. Hol van? Mondom neked, hogy mikor szakadtam le. Ja, hogyan mondjam, hogy mikor szakadtam le? Mert én kurva szépen elbúcsúztam. Úgyhogy nem beszéltél semmit a háttérbe. Tehát gyakorlatilag neked most már csak azt kéne elmondani, hogy... 21.32-kor. 21.31-kor esett le. 2 perce. Akkor jó, te végigmondtad, én meg akkor végigmondom az enyémet. Annyit kell mondanom, hogy köszi, sziasztok, és slussz. Igen. Mikor mondjam? Bármikor. Legyen egy kis szünet. Jó. Mennyire kis szünet legyen? Szórakozzál már, basszony.
Köszi, sziasztok. Oké, itt a vége. Szia, Charlie. Nem akarja a Skype-ma. Akkor stop.